Mivel a szexuális strand és élményfürdő öt év után nem biztosította a helyszínt a tolnai illetőségű szervezőknek, a Vitál Szabadidős Sportegyesület Bonyhádon talált új házigazdát a hagyományos nyári sikeres strandlöplabda tornáknak. Mivel teremlöplabdában, annak szabadidős változatában, Dildunántúli viszonylatban is az egyik meghatározó város Bonyhád, az itteni röplabda és szabadidős sportegyesület sportági elkötelezett elnöke, Vizin Balázs minden lehetséges támogatást megadva örömmel fogadta a sikeres nyári rendezvényt a Bonyhádi élményfürdőben. A röpisek is pozitívan reagáltak az új helyszínre, már az indulásnál részvételi rekord született, ennyien a megyeszékhelyen egyszer sem jelentkeztek játékra. 32 csapat jelentkezett, fele páros, fele háromfős, és most először úgy szét kellett szednem a mezőnyt, hogy lett egy háromfős, Csapatos mezőny, ami délelőtt, dél, kora délutánig lemegy, és délután kezdődik a páros csapatok mezőnye újabb 16 csapattal. Jó néhány versenyen nem is indulhattak három fős csapatok, pedig van, lenne rá igény. Ez a torna abszolút nyit feléjük. hármasban egy kicsit képzetlenebb játékosok vannak még, de nagyon látványos jó meccseket tudnak játszani. Fellelhetők voltak a nagy mezőnyben az úgynevezett törzsgárdisták, a strandröpis arcok szexárdról, tolnáról, paksról, és az állandó résztvevőnek számító fővárosiak, Budapest környékiek, és a messziről és nem túl messziről érkező alföldiek is. Mindezen kívül a bonyhádi teremröplabdás fiatalokkal is találkozhattunk, akik nagyon örültek, hogy ezúttal nem kell elutazniuk messzire strandröplabda versenyen való részvételért, az ebbéli élményekért. Nagyon örültünk neki, mivel hát eddig ugye csak teremben tudtunk sportolni, és szerettük volna kipróbálni itt a strandon is, hogy milyen strandon röpizni, és eddig csak Mohácson volt lehetőség, és nagyon jó, hogy már itt is de hát. A párosok között a jó szereplésre is esélyes volt a Bonyhádiak közül, a Husz Bálint Abraham Somadó persze először mindenkinek a részvétel volt a fontos. Mint új helyszín, Bonyhád kétségtelen sikerrel debütált a megszokott első számú Tolna megyei nyári strandröflabda tornán. Nincs még megállapodás a felek között, ám szinte biztos vehető az augusztusi folytatás.